Nos hát sziasztok, ismét üdvözlök mindenkit, én Roli vagyok, és egy újabb kicsomagoló videóban érkeztünk most el, és itt van az a dolog, ami javára ez nem az, ez egy fügefej. Ez lesz az, igen, kérem szépen. Na most, ez egy mechanikus billentyűzet, majd mindjárt kitérek a lényegre, viszont előtte kell nekünk, közben felment a telepítés a gépemre, aztán azt néztem meg. Tassis vadászkéssel ki fogjuk bontani, úgyhogy lássunk is neki. Köszönöm szépen. Elég érdekes megint a csomag története, ezt megint elmesélem, mert egyszerűen nem tudom, tehát nekem nincs, nem volt még szerintem egyszer se olyan, hogy én megrendeltem valamit, és így pont abban az időben, amikor én vártam volna, így akkor megérkezik. Na most ezt ugye úgy rendeltem, amúgy EMAG-tól rendeltem, mert csak ott lehet most jelenleg, hát szerintem egész Magyarország a Red Dragon termékeket kapni, de mindegy. Ezt a billentyűzetet főleg, és amúgy tök szép a dobozon. Nem tudom, ez az RGB felirat, ilyen rózsaszínes, nem tudom, ez mindenkinek rózsaszín, vagy én vagyok színvak? Tehát ez ilyen pocsmány rózsaszín, ez így ide rá van téve. Amúgy az egész doboz az nagyon szuper, mert mindjárt körbejárjuk, tehát az a lényeg, hogy az EMAG írt nekem tegnap egy, mert amúgy kedden megrendeltem, ez kedden délelőtt 10-kor megrendeltem, és hát szerdán délelőtt írt egy üzenetet, hogy átadták a futár cégnek, és hogy majd ők 12. és 15. között valamikor kihozzák. Na mondom, ez nagyon jó, mert hogy így már van, amelyik cég egy nap alatt kihozza, de oké, én úgy számítottam, hogy ez csütörtökön megérkezik, de ők meg ráírták, hogy pénteken vagy jövő hét hétfőn majd megjön. Mondom, az nagyon jó. A futár cég közben engem lese szart, tehát szokás szerint nem vették fel velem a kapcsolatot, semmit nem írtak, vagy valamit. Annyit írtak, hogy megérkezett a csomag. És így annyi. És mondom, hát ez fantasztikus, hogy én mikor fogom megkapni, hogy valami. És reggel direkt felkeltem 8-kor, ma már mondom, ezek össze-vissza járnak, lehet, hogy már 7-kor itt voltak. És írtak egy olyan üzenetet, hogy hát majd 12. és 15. között valamikor kihozzuk. Mondom, jó, akkor visszafeküdtem aludni. Aztán csengetnek 10-kor, és hát 9 óra 45-kor, hogy hát hoztuk a csomagot. Mondom, ez rohadt jó, mert igazából így holnapra írtátok, hogy hozzátok, de mindegy, hozták. 9.45-től 10.45-ig volt, utána küldtek, mert mindig úgy szoktak, nem tudom valamiért, utána küldtek egy SMS-t, hogy hát majd 9.45-től 10.45-ig várjam a csomagot. Ezt mikor átvettem a csomagot, utána egy fél órával küldték. Tehát köszönöm szépen, mindegy, ennyi volt a rövid történet. Úgyhogy megvan a csomag. Én nem tudom, nekem lesz-e életemben egyáltalán olyan csomag, amit így küldenek egy, nem tudom, értesítő, hogy kedden fogod 10-kor megkapni, és kedden 10-kor itt lesz a futár. Na mindegy, úgyhogy nézzük a dobozt. Red Dragon termék, nagyon tetszik ez a logo, és már RGB, és ugye nekem van egy egerem is, ezt használom hozzá, és ugye nemrég lett egy gépem, aki nem tudná, nem tudom, ott is van egy videó, majd meg tudjátok nézni, jó sok videó van most arról. Ahhoz vettem már én egy Modecon, vagy Modcon Volcano Hammer, nem tudom, talán az volt a billentyűzetem neve. Na most ez egy barna switches keyboard volt, tehát egy billentyűzet, ez is US kiosztású, mint az is. És igazából nagyon sokat gondolkodtam, hogy ugyanabból a szériából veszek egy blue switcheset, tehát ez a kattan, tehát ez a nem tud aludni a család, mert írógép. És igazából nagyon úgy voltam, hogy én karácsony után bevásárolok egy olyat, vagy beszerzek egy ugyanolyan kinézetű Modecon Volcano Hammer, nem tudom én, talán az volt a neve, még egyszer már nem tudom, billentyűzetet, ami klikis, tehát blue switches. Nem tudok nagyon beszélni, mindegy, nézzétek el nekem. Mit a Isten, találtam egy Red Dragon, mert ugye, én nem tudom, én jóba vagyok a Red Dragonnal, tehát az egerem is már az, nem tudom, 5 éve ugyanazt az egeret használom. Azelőtt meg kb. Fél évente cseréltem az egereimet, de az annál megmaradtam. Az egérpad is kiváló, és pont ugyanazzal a dizájnnal, ugye nekem, hát nem tudom, aki látta tőlem azokat a vlogokat, ez ugyanaz a dizájn. Teljesen ugyanaz, mint a Modcon Volcano Hammer-nek a dizájnja, csak Red Dragonos. Ami ebbe különbözik, hogy ez gyárilag kék switch-el jön, és RGB-s. Tehát olyan színskálák vannak, hogy én összefostam magam, tehát amikor én is néztem róla videókat, illetve az, hogy a Modcomnál ezek a kis állapotjelzők, ezek kékek voltak, vagyis hát kéken világítottak, itt viszont pirosak, illik a piros összhanghoz.
és annyi, hogy annak nem volt aranyozott talán az USB vége, vagy lehet, hogy aranyozott volt, mindegy. Na, de az a lényeg, hogy ugyanolyan kivitelben, tényleg ez a, hát majd meglátjátok, de nekem ez a fajta, hát ez hogy mondjam, backplate, vagy ez mi, hogy minek hívják ezt az egész billentyűzetet, amin van. Mindegy, ez nagyon tetszik, ez is shareless design, de majd arról kicsit később beszélek, szóval Red Dragon RGB-s, hogyha valaki nem tűnt volna fel, ez a rohadt nagy karika, ez azt jelenti tényleg, hogy minden billentyű külön világít, villog, pulzál, így megy, úgy megy, ezt majd megnézzük. Van hozzá egy ilyen, hát ez igazából arról híres ez a billentyűzet, hogy ki lehet külön venni a switcheket. Tehát, hogyha valakinek nem tetszik az alapból hozzáadott kék Otemu, amúgy Otemu Blue Switches, akkor azt fogja és kiszedi. És vesz magának bele egy Cherry MX Redet, tök mindegy, tehát akármilyen switch belemegy, adnak hozzá egy kis kiszedőt, tehát nem csak külön ezeket a billentyűket lehet leszedni, mert ahhoz is kapunk egy külön ilyen kis cuccot, hanem külön a switchet is ki lehet belőle szedni, ami nagyon hosszú tartamúra teszi az élettartamát, ezt nagyon jól elmondtam. Mivel nem kell azon aggódni, hogy elszorodik a switch, akkor kidobhatjuk az egészet, hanem csak fogod, kiszeded és beteszel egy másikat helyette. Anti-ghostingos, media key, gold plated USB, ezt nagyon szeretem ezt a szót, meg van rajta Windows lock, és igazából high speed, high control, high response, high minden, és Varuna az a neve, tehát Redragon Varuna, Black amúgy a hivatalos elnevezése. Na itt alul van egy, ez nagyon tetszik, ez a kis minimalista design. Igen, mechanical keyboard, itt is van egy ilyen vonalkód, itt ugyanazt megkapjuk minden oldalon, így néz ki még egyszer hátulról a billentyűzet. Eastern technology, jó, minden itt van. High quality LED backlit mechanical gaming keyboard, high precision machinery manufacture double injection keycaps. Nagyon jó, csak ez úgy remeg a kezem. Van német, de, hol van de? De. Hochwertige Merchandise Gaming Tastur mit led Hindergassen bunkern! Így kell mondani, ennek most kifejezetten örültem, hogy van rajta német. Na, úgyhogy bontsuk is ki. Na, ezt a kés nagyon régóta használtam már. Meg fogtok lepődni, de ezt az életbe szoktam használni, ezt a kést. Nyilván nem vadászatra, meg nem ilyen emberek ellen, de hogy mint tudom én, néha elmegyünk ilyen kirándulásokra, vagy valami, akkor viszem magammal, és akkor tök jól lehet így vele aprítani, meg mit tudom én, ilyen virslit felvágni. Na mindegy, úgyhogy ez egy tök jó kés. Ugye ez nem olyan, mint a Modcomnál, ugye ott úgy volt, hogy fogtad, és így kinyitottad így alul, és így felhajtottad, hanem itt úgy látom, hogy itt nincs rajta sehol ilyen kis külön nyílás része. Mondjuk pont itt van, de ezt nem lehet itt szétszedni, úgyhogy szerintem ez csak ilyen egy oldalas ilyen, jaj, mint az újfajta PlayStation-öknél, hogy csak úgy ilyen oldalasan lehet kinyitni így, és akkor tulajdonképpen itt lesz a billentyű maga. És az is üres doboz, tényleg nincs benne már semmi. Viszont jó az illat, imádom az ilyen új karton illatú dolgot. Az egy ilyen tök ilyen piros, ugye a Modcomnál ez fekete volt, hát ez a piros elég intenzív, de tetszik, tehát ez ugye ez ilyen kis. Így és akkor, hogyha nem tetszik egy billentyű, puty, kiszeded és kész. A space az érdekesebb, mert ott két helyen van rögzítve, de azt is ki lehet azt hiszem szedni vele. Tehát kapunk egy ilyet, ez plusz pont. Vagyis hát szerintem mindegyik ilyen mechanikusnál kéne, hogy kapjunk ilyet, nem? Mert szerintem valami ez nem adnak, de mindegy. Ez ugye a billentyű kiszedő, magyarul. Na most! De ha ez is két rétegben van becsomagolva, mint a Modcom, beszarok. És tényleg. Az is ugyanígy két rétegű ilyenbe volt becsomagolva, tehát rátettek egyet, és még egyet, ezt nem értem, hogy miért, de ez legalább az egyiket lehet így. Tökéletes. Na, szedjük is ki, megpróbálok nem nagyon hozzáérni. Na most azt tudni kell, ja és külön jön le, hát ez külön öröm nekem. Jó, akkor ezt ide. És van még egy. Nagyon jó. Egy ilyen kis leírást. Manuale. Red Dragon Varuna, nem tudom, meg kell nézni, mik vannak benne. Peer User, Plugin and Use, körülbelül. Ja, vannak multi, igen, itt vannak, hogy miket tud, itt van, hogy a... Hát, olvassátok el. Köszönöm szépen, aki nem tud angol, az most csak nézze. Tehát az a lényeg, hogy itt van amúgy a billentyűn, vannak profilok, azt hiszem 6 profilt lehet külön beállítani, illetve
kicsit közelebb teszem. A arrow kickkel, tehát a felle jobbra barrával lehet a mindenféle szín árnyalat variációkat, szín, hőmérséklet, mélység, villogáson állítgatni is. Ez nagyon hasonlít, azt néztem most hirtelen, tényleg a modcomnak a... Hát a dizájnja tök ugyanaz, viszont a billentyűkön a kivágások egy picikét kisebbek, mint a modcomén voltak. Ez most így elsőre nem tetszik nekem, hogy ilyen kicsik, vagyis hát látjátok itt az M betű, például a modcomon egész billentyűt majdnem lefette. Itt sokkal kisebb, de hogyha világítani fog, akkor gondolom ez változik. Úgyhogy lehet, hogy ez ennyiből egy kicsikét ez változik. A dolog, na mindegy, mindjárt megnézzük. Szóval manual, igen, igazából ezek vannak, plastik, materiál, meg minden. Jó, ez most nem kell, de kapunk hozzá egy ilyet, és úgyhogy külön öröm. Na most kábel, az nem szövet borított kábel, de van ilyen, ez tökre tetszik, ez nem tudom, ezt el is teszem. Nagyon jó. Kedvenc dolgom ebbe a billentyűzetbe, tehát aranyozott a billentyűzet, USB vége, és talán ez 1,5 méter vagy 1,8 méteres kábel, és kapunk az ilyen kis kábel összefonó kötő, nem tudom, ez jó, külön, ezt mindig szeretem. Középen van amúgy a, tehát középen jön ki itt a kábel, a vezeték, és ez nem kiszedhető, tehát ez fixen itt lesz. Na most a keyboardunk az így néz ki, kicsit jobb a fény. Wow, és ez itt ilyen, ha ennek az oldala, ez ilyen lakkozott. A modcomnak az oldala is ilyen matt felületű volt, de ez így nekem nagyon tetszik, hogy nem ez az egyhangú, hanem ez a kicsit lakkozott dolog. Erre talán azért jobb, mert a por nem annyira tapad, nekem a modcomon, ugye itt a teteje ez, hú, ez de jó. Ez viszont nagyon jó, tényleg ilyen nagyon matt felületű a dolog. Nagyon, ez király, tetszik. Tehát nekem a modcomon az oldalán is ugye körülbelül 2 nap használat után telement porral az egész, aztán onnan az Isten nem szedte ki például a tab meg a kúk közül ezt a részt, de így, hogy ez ilyen gloss az a széle, és matt a teteje, ez nagyon tetszik. Ugye az alap backplate, vagy plate, vagy nem tudom ezt minek hívják, ez végig matt, és műanyag, de egy kicsit jobb a hatása, mint a modcomnak. Na mindegy. Itt van ilyen kis design, ez nagyon tetszik. Tehát ezt mondtam, ezt a alap kinézetét úgymond a billentyűzetnek, hogy ez a kicsit ilyen oldalt így le van kerekítve per vágva, ez nekem nagyon bejön. Tehát ez nekem ennek a dizájnja 10/10-es tényleg. Nincs sok helyit oldalt, ugye, tehát pont így rá tudod tenni a kezed, és igazából nincs ilyen felesleges kiálló rész. Csuklótámaszt nincs hozzá, de nem is nagyon szükséges, tehát így pont kézre illik. Itt van 2 ilyen csavar design, ez nekem nagyon tetszik valamiért, megtöri itt az egyensúlyt, ez rohadtul tetszik igazából, és tulajdonképpen ennyi. Ugye a hátsó része, próbálom nem nagyon kattingatni közben, az így néz ki, van rajta külön ilyen 4 csúszásmentes talp, de ezeket ki is lehet hajtani, és ezen is van ilyen csúszásmentes talp, ez külön jó, én mindig így szoktam, úgyhogy ezeket így felhajtom. Elég erősen tartja magát. Redragon, itt láthatjátok Varuna, amúgy K559 a neve, hogyha nem Varuna néven ismertetődik. És az egész billentyűzet nagyon tetszik nekem. Ez külön, ezt nem láttam még senkinél így bemutatni, az oldala ez gloss. Ez rohadtul tetszik nekem. A tetején nagyon jó, tényleg nem csúszik rajta az ujjad, ilyen matt. Ez rohadtul tetszik. És majd mindjárt kiszedek egy billentyűt. Hát igen, átlátszó, tehát shieldless designú a dolog, tehát ugye belátni így a, nincs ilyen külön kis emelkedője, azt jelenti, hanem így belátni a switchek közé, és amúgy fehér alapzatú, és itt átlátszanak a dolgok, és tényleg kék, én látom, úgyhogy mindjárt kiszedünk egyet. Én még soha életemben, bocsánat, ez most hazudtam egyszer, de mondjuk magamtól nem próbáltam még ilyen, tehát senkinél nem játszottam úgymond vele blue switchekkel. A MediaMarktban egyszer néztem egy blue switches keyboardot, azóta, amióta azt megláttam, vagy meghallottam, hogy annak milyen jó hangja van, azóta én el sem tudok képzelni mást. Kezdődött, benne van a talpa ennek a dolognak, kicsit feljebb viszem. De hogy annyira jók ezek a blue switchek, ugye ez Otemu blue switch, 60 gram a lenyomási érzékelője, és talán ez a leghangosabb az összes blue switch közül. Tehát a Cherry FX blue switchekhez képest ez sokkal
mélyebb hangú és hangosabb, tehát úgy kell elképzelni. Én úgy tudnám mondani nektek nagyon egyszerű módon, hogyha hangokkal kéne leírni, hogy míg a Cherry MX, vagy FX? Nem, MX. Blue azok click hangot adnak ki, addig az Otemu Blue azok crack hangot adnak ki. Tehát a Cherry azok slitzk, tehát click, úgy, hogyha leütök egy ezeket, a click, ez pedig klak-klak-klak, tehát valahogy így kell elképzelni őket, tehát ez sokkal mélyebb hatás. Na most ezt gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek érthető volt. Ez nem tudom, miért látszik mindig bele. Viszont akkor a videó végére egy kis ASMR, utána pedig bedugjuk a gépbe. Ja, és külön szoftver van hozzá, azért is ajánlom még ezt. Külön az RGB funkciót, minden egyes gombot lehet külön színezni, külön funkciót adni neki. És nem azzal, mint a Modecomnál, ja, és olcsóbb is, mint a Modcom, hogy csak pirosan világít az egész, és nincs hozzá szoftver. Tehát azt néztem én is, hogy ez külön szoftver van, ugyanúgy ez az egérhez is. Külön minden egyes billentyűt be lehet állítani, makrókieket, funkció kieket, minden cuccot, és igazából ez a nagyon jó ebben, hogy mindent így külön tudsz állítani szoftveresen. Szedtük, kérem szépen, nagyon fantasztikus. Kicsit ilyen döntött állású, igen, erről még nem beszéltem, de ez keycapnek hívják, vagy hogy ezek nagyon tetszenek, tényleg, hogy oldalt gloss, tetején meg matt. Na, tehát itt lennének a blue switch-ek, szerintem mindenki ezt használ, és hát mindenki ezzel szokta beuntatni itt a arrow kick-kel, de ez teljes mértékű blue switch, úgyhogy nagyon fantasztikus lesz a dolog. Na most, amit még így gyorsan elmondanék, és akkor igazából ennyi, hogy leszeditek, ha meg vissza szeretnétek tenni, akkor meg csak így ennyi, és akkor rajta van a dolog. A kattanás! Azt a rohadt teget. Hogy itt látjátok így oldalt az elrendezését ennek a billentyűzetnek, hogyha most itt tényleg teljesen lent, így vízszintesre próbálom tartani a dolgot, akkor ez úgy néz ki, ez a modkomás is nagyon tetszett, hogy az alsó az indul így lentről, aztán kicsikét így bejebb döntve megy egyszer a fentebbi rész, aztán nagyjából ami középen van, az itt fentről a harmadik, nem negyedik sor, de hogyha nem nézzük az eszképet, akkor a bordon a középső, teljesen középső az egyenes, aztán megint kicsit döntött és még döntöttebb állás. Tehát igazából kapunk egy ilyen homorú felületű dolgot, ez nagyon kényelmesé teszi a használatot, mivel nem az van, hogy mindig egy sorba egyenes, és akkor így lépkedni kell, tehát nem kell olyan ugrálni a kettő között, hanem úgy pont kézre esik minden mindennel, és igazából ennyi. Ja, még azt nem mondtam, ez US kiasztású, tehát nincs rajta hosszú I betű, hosszú a Shift, meg hosszú itt az Enter, de igazából meg lehet szokni. Kérem szépen, hát így nézne ki a billentyű alap használatkor, amikor instant bedugjuk a gépbe, hát valami csodálatos, de tényleg ez alapfunkció, ez már nagyon tetszik nekem. Hát most azt ne nézzétek, ott kicsit poros lett a dolog, de mindegy, azt majd letakarítom utána. De így néz ki a billentyűzet önálló funkcióként, amikor alapból mondom bedugjátok így külön a gépbe. Hát ez valami elképesztő, rohadt jól néz ki így alapból is, tehát tényleg ez most úgy néz ki, hogy onnan elkezdődik ez a piros, itt végigmegy, és akkor a zöld, meg kék, azt hiszem ez a három funkciója van. És talán úgy kell váltogatni, hogy FN, és talán ez, igen, így akkor csak a piros megy, lehet addig a monitor kikapcsolom, hogy lássátok normálisan. Ez rohadt jó, komolyan mondom. Igen. Így a színeket váltogatjuk, igen. Hú, ez de szép ez a kék. Van sima kék, ilyen lilás. Ez az alap, igen. Most mi van, hogyha a D betűvel? Beszorog, akkor visszafele kezd el menni. Hát ez hihetetlen. Így most balra-jobbra megy, így jobbról-balra. Jó. Lehet a fényereit váltogatni, mennyire legyen fényes, így sem mennyire. 1, 2, 3, 4, 5. 5 erősség van, amúgy az ötödik az pontosan szerintem megfelelő. Na most még olyanok vannak, ezt azt se tudom már, hogy pontosan hogy kell ezt váltítani, így FN és akkor 1. Ez a fogja és pirosból szépen elkezd menni sárga. Nem tudom én. A kettes, az semmi. Ja, de várjatok, a kettes az az, hogy megnyomtok valamit, és így
Insta Disco Party. Azt a rohadt eget. Mindenféle szint. Tehát ez a epilepsia, a hármas, azt a betyár. Ez a középről kiindul egy ilyen hullám, és így megy. Remélhetőleg át tudom adni ezt így kamerába, hogy én mit látok most itt. Egy kicsit feljebb kéne így. Hát, ja, mindegy. Vagy így esetleg? Így lehet, hogy jobban látjátok, igen, csak így meg én nem látom. Akkor én is kamerába fogom nézni, tehát ez a hármas. A négyes, az ez az alapfunkció. Az ötös, ez a mindegyik gombáv színű, és változik a színe, és pulzál, beszarok. És hatos, a hatos pedig ilyen össze-vissza jön. És akkor ilyenkor ez csak így van, oké. Okay. És akkor gondolom ezeken belül is külön még lehet állítgatni, hogy most te más színt akarsz, más izét, ez világít, az világít. Most semmi nem világít, ez nem tudom, hogy ez most ez mi. De amúgy tök jó a Blue Switch, igen, nagyon hangos tényleg. Nekem ez tetszett még legjobban, de most mi, kikapcsolt vagy mi van ezzel? Most nem világít, nem akar. Ah, most beindult, kérem szépen, nem tudom mi volt a baja. Jaj, most kék az egész, értem. Wow, azért ez se semmi ez a nem tudom én. Megérintem és akkor jó napot kívánok. Ah, nem tudom mit csinálok a gépen, az a baj, lehet, hogy valamit ezért kitöröltem közben, mindjárt gondolom, megnézem egy pillanat. Tehát akkor ennyi lenne ez a Red Dragon Varuna RGB-s Oh my god billentyűzet, de ez tényleg jó, tehát így ez tetszik ez a funkció, ez egyedül annyi hátrány, hogy este nem látjátok, csak így pulzált, de rengeteg, tényleg nagyon sokféle funkciója van. Ez például most nem csinál semmit. Amúgy ez is jó, ez az alap, tehát tényleg mi van, ha kikapcsolom, az hogy lehet kikapcsolni az összes funkcióját? Ja, van három különféle mód egy izén belül, beszarok. Ja igen, ez a... Jó. Nekem amúgy szerintem ez lesz. Visszafele nem működik. Jó. Nekem ez a pulzáló lesz, de én azt mondom, hogy váltsunk az alapra. Ez a sok színűre. És ez is olyan csak, hogy pulzál, ha értem. Ez se rossz, amúgy így se néz ki rosszul. Rengeteg féle funkciója van, tényleg ez, hogy RGB, és ez valami hihetetlen. A billentyűk nagyon tetszenek nekem, hogy ilyen... csak a tetején matt az oldala, meg ilyen glossy, ez valamiért ezekért oda vagyok. Tudom, ez itt karcolódik, meg poros, meg minden, de ez nagyon tetszik. A PS4 alapban is azt tetszik, hogy az egyik oldala csak ilyen gloss. Nagyon sok baj van vele, de valahogy nagyon szép, amúgy ezek imádom. Úgyhogy ilyen lenne így végképp ez a billentyűzet. És a végére még akkor szeretnék egy ilyen kis ASMR videót, vagy nem tudom minek kell ezt mondani. Hogy ha még nem hallottátok volna így tisztán ezt a Otemu Blue Switch-et, és hát hogy milyen a hangja. Mondjuk ez itt érdekes, az Enter az zöld, a Shift meg a Ü betű, mert ez amúgy Ü betű, ez már kék. Hogy ez itt mi alapján, ez miért nem kék? Na mindegy. Úgyhogy akkor ennyi lett volna ez igen hosszú Red Dragon Varuna RGB-s, ez tényleg jó, Blue Switch-es
keyboard, azaz billentyűzet, kicsomagoló és tesztelő videó. Úgyhogy én remélem, hogy ez jó lesz, és streamek alatt is fog hallani, tudni ez a kalapálás. Úgyhogy amennyiben tetszett ez a videó nektek, és hasznosnak találtátok, akkor nyomatok mindenképp egy lájkot majd a videóra, illetve majd itt tudtok feliratkozni, itt pedig a többi videót meg tudjátok nézni. Úgyhogy hát találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!